igen, a digitális tervezésre fogok előadást tartani, és nagyjából így fog felépülni az előadás, remélem, hogy viszonylag olvasható, hogy látjátok. Azért fogok ülni, mert például megpróbálok néha átlépni a programba, és ott is mutogatni dolgokat, lássuk, hogy ez még mennyire lesz érdekes, vagy érthető. Szóval az elején kicsit rólam, hogy jobban, nem tudom, befogadjatok, hogy is kerüljük. Mégis ki vagyok, és miért ülök itt. Majd az, hogy a digitális tervezés hogy jön be a kertépítészet, meg az építés folyamatába. Hogy milyen alapanyagokból, vagy milyen összeszedett információkból tudunk dolgozni és elindulni, majd néhány programot fogok említeni és bemutatni röviden, majd a SketchUp kapcsán tervezés és rajzolás fogok bemutatni, és néhány ilyen kis trükköt, például a benapozottságvizsgálatot, amit lehet, hogy így most a meglévő terepünkön tudjuk, hogy most talán is hol van árnyék, de hogyha egy új épületet tervezünk, vagy valamilyen új építményt, akkor ezt is le tudjuk modellezni, hogy hol lesz árnyék, ami ugye a növények szempontjából is. És néhány tervezési módszert, amit a tájépítészetben használunk, meg a végén néhány példát mutatok, hogyha még itt lesz rá idő és érdekel. Nagy rész, amilyen anyagokat hoztam, a saját munkából van. Egy kicsit úgy ugrálni fogok több különböző projekt között, de ne azt nézzétek, hogy most mit mutathat. Tehát ne azt nézzétek, hogy maga a terv mi, hanem így a kinézet, meg majd amit, igen, egy ilyen illusztrációt magyarázunk róla. És azt azért, igen, elmondanám, hogy tájépítész vagyok, és én most egy tájépítész irodában dolgozok, úgyhogy nagyrészt abból a szemszögből van rálátásom. A SketchUpot nagyon minimálisan használjuk, én inkább ilyen első koncepció bemutató anyagként, majd inkább az AutoCAD-et, de is majd belemegyek részletesebben. És igen, tehát hogy minden, amit mondok, az ebből a szemszögből jön. Tehát rólam, én erdélyi vagyok, Borszéken nőttem fel. Nekem ők nagyapám volt kertész, aki telekívottnak volt a kertésze még Ausztriában, és vele került Erdélybe. Ők nagyapám aszmás volt, és a borszéki levegő, a Borszék amúgy a keleti Kárpátokban egy kis település. Tele borvizekkel, jó levegő, tényleg a hegyekben van. Úgyhogy ez nagyon jót tett neki, és akkor így maradt ott. Én ott nőttem fel, majd Liconban Marosvásárhelyre kerültem, és ott végeztem el a szakjelencián a tájépítészeti alapképzést. Itt az első kép, amit láttok, igen, és hogyha mutatom, akkor remélem, hogy látható. Ez a diplomamunkámból egy részlet, ez így színezve, meg így tényleg így fel van habosítva, hogy emészthető legyen, meg próbáltam minél jobbat kihozni. Miután elvégeztem az alapképzést, elkerültem Kapolcsra, úgy indult egy két hónapos gyakorlat egy egyedi játszótereket tervező céghez. Nagyon érdekes volt, mert a játszóterek azok olyan, egy olyan környezet, ahol kreatívnak kell lenni, de ugyanakkor a gyerekekre nagyon vigyázunk, és mindenféle szúrós, vagy mindenféle olyan méretű lyuktól, meg mindenről meg kell óvni őket, és önmaguktól is, ezért nagyon-nagyon nagy pontosságot igényel, és akkor ilyen mindenféle ilyen kitalált formát, fából, ahhoz, hogy megépüljön, előtte nagyon pontosan meg kellett tervezni. És ez a kép pont a veszprémi állatkertnek a szavanna játszótere. Nagyon, nagyon szép lett, tényleg ajánlom, hogy nézzétek meg, és az országban sok helyen találkoztok ki az Ilona Malom által tervezett és épített játszóterekkel. Majd elkezdtem a mesterit Budapesten, a Szent István Egyetemen. Ott is ez a tájképzésmérnöki karra jártam, itt néhány kép a diplomamunkámból. Igazából nagyon érdekes, csak ezek ilyen látványos dolgok. A tavaly indultam ezen az év junior tájképzése pályázaton. Tulajdonképpen ez egy pályamunka volt a többi mesterissel és a három évnél nem később végzett tájépítészekkel versenyeztünk. Egyekre kellett egy kis koncepciót megalkotni, a Kálvária dolg és egy ilyen furcsa kereszteződést kellett rendezni, ez volt a feladat.
Ja igen, és akkor még egy ilyen nagyobb projektemben részettem, az tavaly Marosvásárhely főterére kiírtak egy tervpályázatot, amin a volt csoportársaimmal egy csapattal indultunk. Ezt igaz, hogy nem volt első díj, második díjasként megnyertük, ennek majd még talán folytatása következik, de most politika vagy minden, hozzák az időt. Tavaly, igazából a permakultúrával tavaly kerültem kapcsolatba, tavaly ismertem meg István, és akkor jött az, hogy akkor menjek gyakorlatozni Írországba, ez úgy kezdődött, hogy köszönöm, hogy tavaly kéthetes pécsei PDC kurzuson részt vettem, majd egy hónapot voltam Írországban, és egy kép a farmról, ahol voltam. Most jelenleg az Esetlen 3 nevű tájépítész irodában dolgozott tájépítészként, igen, nem is kell mondjam. Igen, ott gyakorlatoztam egyetem alatt, és akkor most ott van, tudtam még dolgozni. Digitális